Dobro. Danas smo došli u posjetu policijskoj upravi Subotice, ni lepi povodom, tu je predsjednik skupštine grada. Odelenju saobraćajne policije, policijska uprava Subotica, grad Subotica je obezbedio iz Fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja dva skutera sa pratećom opremom, brendirana, svetlosno-zvučna signalizacija u vrednosti od 1.300.000 dinara. Takođe, tu je i kamera koja je tehnički opremljena u vrednosti od 300.000 dinara. To je potrebno našoj policiji da može da obavlja svoje poslove na adekvatan način i naša namera je da u narednim godinama poštujemo dobru praksu koja je sprovedena u prošlosti. Od 2011. do 2015. godine grad Subotica iz ovoga fonda za unapređenje bezbednosti saobraćaja donirao policijskoj upravi Subotica 10 automobila, računara i opreme, takođe i video nadzora za desetak punktova u Subotici. Ta sredstva su inače opredeljena prema lokalnoj samoupravi, prema zakonu o bezbednosti saobraćaja, 30% od naplaćenih kazni za saobraćajne prekršaje dolazi gradu na čijoj teritoriji su ti prekršaji i urađeni. Moje napono polgár mester udal meglátogat a szabadkai rendőrséget, a közlekedési rendőrséget, ugyanis két robogót és egy kamerát, egy Canon kamerát adományozott az önkormányzat a rendőrségnek. A robogók értéke 1,3 millió dinár, a kamera értéke pedig 300 000 dinár. Tettük ezt azért is, mert már a kampányban megígértük, hogy nagyon szorosan együtt szeretne az önkormányzat működni a rendőrséggel a polgáraink biztonsága érdekében. Így a múltban és a közelmúltban 10 autót, kb. 10 térfigyelő rendszert adományozott szintén az önkormányzat a rendőrségnek. Ezt a közlekedés biztonsági alapból tudjuk finanszírozni, ugyanis a szabálysértésekből befolyó összeg 30%-át az önkormányzatot illeti meg, ennek 50%-át az utak karbantartására fordítjuk a Városépítési Igazgatóságon keresztül, 50%-át pedig ilyen formában szeretnénk visszajuttatni a rendőrségnek, hogy minél biztonságosabb és minél hatékonyabb munkát tudjon végezni a polgárok érdekében. Želim da se zahvalim gradonačelniku na opremi koju smo vas dobili. Pa naravno, mnogo će nam pomoći u daljem radu.